Aki René Level Martinez élete a floridai lizsőrvárosában nem volt épp felhőtlen. Apa nélkül nőttem fel. Az anyám az utcákon próbálta szerencséjét. Szanteriával, a boszorkányság egyik fajtájával foglalkozott. Az otthonunkban állatokat áldozott, már gyerekként démonokat láttam. A sötétség koncentrált ereje már 12 évesen a bűnvilágába sodorta Levelt. Betörések, fegyverlopások, autós lövöldözések között 1990-ben megalapította a Latin Szindikátus nevű bandáját. Közel 300 tagunk volt. A szövetségek végig nyomoztak utánunk. A barátaim felét lecsukták, a másik felük pedig már halott. Level még jól emlékszik, hogy hányszor nézett szembe a halállal. Emlékszem, hogy az arcomba nyomták a puskacsövet. Volt, amikor a fülem mellett sűvítették el a golyók. Olyan is volt, hogy a hátsó udvaron menekülve eresztették utánam a sorozatot. Az a helyzet, hogy ebben az időkben egy élő halott voltam. Csoda, hogy éltem. Gyermeke születése némi változást hozott. Ám a jobb anyagi körülmények érdekében ketrecharcba és kevert harcművészetbe kezdett. Profi arcossá váltam, és alkalomattán ezt ki is használtam. Kimbo Slice-szal kezdtem küzdeni kesztyű nélkül, akit lehetett puszta kézzel ütöttem. A hátsó udvarokon kötöttük a fogadásokat, a nevem akkorára nőtt, hogy a telemundó megkeresett egy előszerződéssel. Kijutottam Nicaraguába, a világbajnokságon háromszor is kiütöttem Ricardo Mayorgát. A belső űrt a ringben szerzett sikerek sem tudták betölteni. Megvolt a pénz és a hírnév, csináltam a zenét, de belül mégis üres voltam. Még korábban édesanyja szívből megtért, és elkezdett a fiáért imádkozni. 2016-ban az imák meghallgatása találtak. Level természetfeletti tapasztalatot szerzett Istenről. 5 másodperc alatt lepergette előttem az egész életemet. Térdre borultam, és kiáltani kezdtem Istenhez. Amikor hozzám szólt, tudtam, hogyha nem adom át neki, magam meghalok. Abban a közösségben vagyunk, amit egykor a Latin Szindikátus banda feje, René Level Martinez tartott félelemben. De Level azonban egy merőben más üzenettel tért vissza ide. Azután a nap után már 2,5 éve egész más céllal látogattam a börtönöket, a javítóintézeteket és az iskolákat. Sőt, elmegyek azokra a helyekre is, amiket régen félelemben tartottam. Életet viszek nekik, Jézus ismeretét. Régen a halál volt ott, de most Jézust, az életet hirdetem. Most már Jézussal vagyok. Level most korábbi bandatagok felé szolgál, és a vízkeresztségeken feltűnnek a környék egykori legkeményebb figurái. Elmondom nekik, hogy előttünk a döntés. Megkeresztelkednek a Jézus nevében a bűnök bocsánatára, és veszik ki a Szent Szellem ajándékát az apostolok cselekedetei 2:38 szerint. Közel jártam a halálhoz, de most itt vagyok. Időközben Level a harcos címmel egy dokumentumfilm készül az életéről, amit a gyülekezetek az evangélium szolgálatába állítanak. És ahogy a korábbi banda vezér mondja, az életek megváltoznak. A bizonyságomra sokan tértek meg Jézushoz, és nagy megtiszteltetés, hogy Isten ebben használ engem. Isten szolgálni kitüntetés és megtiszteltetés. Bárki mást választhatott volna erre a munkára, és ott lehettem volna azok között, akik idő előtt meghaltak. De hála Istennek élek. Charlene Aaron, CBN News, Leisure Florida.